Hello, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit itt Balázzsal a Kripto Akadémiáról és velem Zolival az FX Robot Kripto YouTube csatornájáról. Legutoljára Balázs, hol is hagytuk abba a videót? Halló! Az előző videóban, ha jól emlékszem, azt ígértük, hogy beszélgetünk periodikusságokról, szóval tőzsdenyitásoknak a jelentőségéről és bizonyos napszakokról, amikor érdemes és ajánlottabb kereskedni, mert hogy nagyobb a volatilitás és több trader van a piacon, így megnőnek az order bookok, és sokkal könnyedebben lehet kereskedni. Megnő a kereslet és kínálat mind a két oldalról, és biztosabbak a piaci körülmények tulajdonképpen. Jó, akkor nézzünk is rá egyből itt a Bitcoin árára, hogyha bekészíted magadnak a sört már, meg a nézők is, akkor el is kezdheted mondani a véleményedet, hogy mit láthatunk ezen a napi Bitcoin csárton dollárral szemben, ugye? Vicces, mert hogy pont ma csináltam egy videót a Bitcoinról délben, és az nem öregedett túl jól. Ott tulajdonképpen az volt a lényeg, hogy a kriptoakadémián én mindig szoktam csinálni egy ilyen bitcoin elemzős kis rovatot, kis sorozatot, és akkor ezeket szoktam update-elni, és a mi adásunkban is beszéltünk pár szintről, a 8250 volt, és 7700 volt, amiről beszéltünk. Ugye 8250 az abszolút megadta magát, és abszolút nem csinált nekünk támaszt, és jelen pillanatban ellenállásként funkcionál. A legfőbb támaszunk az 7007, ahol, hogyha picit kiebb nagyítasz még egy picikét, akkor látható lesz, hogy igen, az a szint, picivel följebb, aha, az a szint a legfontosabb szintje most tulajdonképpen a Bitcoinnak, ez a kitörésnek az eredete, innen indult egy rallira 10 fölé, és ezt teszteljük vissza a jelen pillanatban, mármint ezt a kitörésnek az eredetét, szóval itt én abszolút meg lennék lepve, hogy ezt a szintet mindenféle küzdelem nélkül feladnák a bikák, mert akkor az nagyon csúnya, nagyon csúnyán fog akkor kinézni ez a grafikon, szóval igen, én amúgy fölfele menetelre számítok még mindig, de most így hirtelen én is megnyitom az én grafikonomat. Az a biztos, hogy te is látod, amit berajzoltál magadnak. Hát én úgy gondolom, hogy ezt a szintet itt darabig tartani fogjuk, ezt a 7700 fölöttit, és akár heteket is el lehetünk. Ugye a mai videóban azt mondtam, hogy tulajdonképpen a következő napokban felfele menetelre fogok számítani, de tulajdonképpen amint kiadtam azt a videót, esett a Bitcoin 3-4%-ot. Szóval most egy picit másképp látom a piacot, szóval jó esetben itt 7007 és 8004 és 8006 közt fogunk cikázni. A legnagyobb ellenállásunk az 8004 és 8006, az elérhető abszolút, de az még egy kis energiát bele kell vetni a bikáknak. Ezért, hogyha ezt megnézzük, ezt a 8-ai csártot két nappal ezelőtt, azért az elég erős, tiszta csártot esése. És ha megnézed a 9-ét, meg megnézed a mait, tehát főleg a mait, így most napi szinten azért alul-fölül hosszú kanóc van a gyertyának. Itt is, de nem igazán tudja most így eldönteni szerintem a piac, hogy merre. Hát nézd meg a volument, viszont itt a volumen segít, szóval az csökken. Szóval látod, hogy piros gyertyák, piros volumen, és csökken az eladás volumen. Azért gyanítom, hogy látnunk kéne lassan már valami zöldet. Én arra hajazok tulajdonképpen. És abszolút, még annyira nem ástam bele magamat egy ilyen egy újabb szenárióba, ahol elvesztjük 7000 hetet, utána nem tudom, hogy mire fogok számítani. Én egy picit biztosnak érzem, nem mondom, hogy biztosnak, mert kriptóba vagyunk, azt nem ki tudja. Én úgy gondolom, hogy ez a 7007 és 8006 közt, így egy ilyen 1000 dolláros sávban el lehet heteket. És az tök egészséges lenne, mert akkor tulajdonképpen 7700 be tudná bizonyítani azt, hogy jó támasz. Igazán de egy erős oldalazás szerintem nem lenne rossz most. Az lenne a legjobb tulajdonképpen. Nyilván
az esés is sok embernek jó, tehát ilyenkor be lehet vásárolni, hogyha jó, jókor vásárolsz jó helyen nyilván. Jó, figyelj, beszéltünk még arról, hogy mennyire van fontos szerepe a külföldi tőzsdéknek, meg más áru tőzsdéknek a nyitásának, meg a zárásának, a bitcoinának a mozgásához. Erről beszélünk akkor még ebbe a videóba gyorsan. Itt megnyitottam a volatilitását egy heti szintre bontva a bitcoinnak. Igen, ez ugye fontos, hogy ez a BitMEX-nek, a BitMEX tőzsdének a bitcoin volatilitás indexe, ez nem egy ilyen globális index, a volatilitás index, hanem ez kifejezetten a BitMEX-i. Ott meg azért van elég volatilitás, szóval ott ezt lehet. Hát ők bonyolítják a legtöbbet, igen, szóval mérvadó, abszolút. De. Beszéltünk ugye a ugye különböző tőzsdékről, köztük a New Yorki, a Londoni, meg a Tokiói tőzsdéről. Nyitás szempontjából, tehát mikor vannak nyitva ezek a tőzsdék, ugye hétköznap, és a New Yorki tőzsde a magyar idő szerint az 3:30 délután nyit, és este 10-kor zár. A londoni tőzsde az reggel 9-kor és este 5-kor, délután 5-kor zár. A tókiai tőzsde viszont a magyar idő szerint hajnal 1-kor nyit, és reggel 10-kor zár. Szóval, hogyha ezt is beleszámítjuk abba... Így van, ahol a legtöbb volumennel találkozunk a piacon, ez tulajdonképpen ezek az időpontok, melyenkor lépnek be így. Hát, ugye a kriptó az 0.24, szóval ezt nem lehet rámondani, mint a hagyományos tőzsdékre, hogy ugye akkor indul be a piac, akkor jön meg az élet, akkor jönnek meg a kereskedők. A bitcoin, a kriptó az egy 0.24-es piac, de mégis átvett némi szokást a hagyományos piacokra, szóval abszolút jól mondtad. Igen, csak azért említettem meg, mert azért érdekes lehet, hogy például, hogyha a tokiai tőzsde a mi időnk szerint az hajnali 1-kor nyit, akkor ha megfigyeled azt, hogy talán ilyen hajnali 1 és 2 között van ott azért mozgás. Tehát... Ott van mindig a legnagyobb szó. Egy csomó ismerős napközben, így magyar idő szerint napközben tulajdonképpen nem is trédel, és fel kell, mit tudom én, a nyugati sessőre, vagy a keleti sessőre, és ott el van így magyar idő szerint hajnalban, ott ül a kép fölött és trédelget. Vannak ilyen fanatikusok, abszolút. Én is. És amúgy én is ezt az időpontot szeretem a legjobban, az tényleg az ázsiai session az nagyon jó szokott lenni. Általában, hogyha ilyen kicsit ilyen laikusabban beszélünk róla, akkor mennyire tapasztalható sokszor, hogyha lefekszel aludni, és akkor reggel fölkelsz, és akkor szemed kiperek, hogy bakker, mi történt a piaccal. Tehát az is éjjel, érted? Az is éjjel történik. Tehát jó, persze. Hát, igen. Hát ha valaki túl van túl befektetett, vagy hogy mondjam, nem tudom, mi a rendes magyar szó, az nyilván ráparázik ilyenekre, nem tudom, akik picit benne vannak a piacban, abszolút, pláne egy kriptóban, nem nagyon szokta érdekelni így az embereket. De igen, hát van lesz. Na jó, azért még egy kicsit beszéljünk akkor erről, amit itt kitettem a kijelzőmre, hogyha már erről szó volt. Mit tudsz erről elmondani, így nagy vonalakban? Hát... Ez tulajdonképpen számomra nem mérvadó, szóval én ezt a grafikon nem nézegetem abszolút, engem nem érdekel, ezt nem lehet elemezni, ezt nem lehet trédelni. Logikus. Nézegessem. Azért mégis... Amit inkább kiemelnék, érdekes, hogy az Ázsia sessionről beszélünk a legtöbbet, mert hogy tulajdonképpen ez a legmérvadóbb. Én úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb, mint a London és a New Yorki. Csak azért, mert hogy ezek napos zárásoknál, így magyar, így napos zárásoknál indul meg a nyugati tőzsde, nyugati session, keleti, bocsánat, picit majd össze-vissza beszélgetek. Nem baj, és tudjuk, a sörre tudjuk. Ja. és a napos zárásnál mindig abszolút észre lehet venni, hogy ott megnő a volumen, és nézik a traderek, hogy hogyan fog zárni egy napos gyertyának a zárása, szóval abból is egy csomó részletet és információt lehet vonni, amiből ki lehet indulni, és trade nyitásnak, és avagy zárásnak lehet egy eredendője, egy bármiféle kanót, vagy bármiféle gyertyazárás. Igen.
A másik fontos, ugye ez nekünk a hetes zárók, ami ismét megfigyelhető, hogy a hetes zárónak tulajdonképpen hát itt tapasztalatom során mindig a hetes záró volt ez a vasárnap hajnalban az időpont, amikor tényleg történt valami nagyon-nagyon izgalmas a Bitcoinnál, és ez általában lefele menet szokott menni nagy átlagban. Érdekes. A vasárnap és a hétfő, ez a két nap, ami a legnagyobb volument hozza. Érdekes még a péntek. Általában pénteken és hétfőn szoktuk lerakni a Bitcoinnak az adott héten az alját, vagy a tetejét. Ezt érdemes megfigyelni. És időnként tök jó kiinduló pont szokott lenni az, hogyha valaki mondjuk Bitcoin trédel. Én kevésbé szoktam. De igen, abszolút mérvadóak tudnak lenni az időpontok ezeknél a piaci eszközöknél. Érdekes. Így a videó végére még így annyit említsünk meg, hogy te most így mit ajánlanál azoknak, akik abszolút kezdők, azoknak, akik már haladó szinten, vagy esetleg már profi szinten nyomják az ipart, hogy mit érdemes most csinálni, mit trédelni, esetleg altcoinokat, vagy mibe érdemes belenyúlni, vagy inkább semmibe? Hát attól függ, tudod, hogy éppen ki milyen kereskedő, vagy ki befektető, nem tudom, jó kérdést tettél fel, szóval nem vagyok senkinek a portfólió menedzsere. Ja, nyilván nem. Én úgy gondolom, hogy ez a szint, ez egy jó vásárlási lehetőség, amíg nem az. Szóval itt tulajdonképpen az a véleményem. Ha én magamból indulok ki, én megmondom őszintén, most az elmúlt másfél hétben egyáltalán nem kereskedtem. Egyszerűen nem éreztem úgy, hogy van rá időm, meg tényleg nagyon odafigyelés kell. Nem is kellett mit. Nagyon hóbelebanc a piac. Szóval, ha valaki nem érzi magát komfortosan egy pozícióban, akkor miért van benne a pozícióban, érted? Igen, azért én inkább most kicsit ezt most hanyagoltam. Csak felesleges, igen. Viszont azt is megmondom őszintén, hogy kicsit vásárolgattam. Kicsit. Szóval lehet az... nem engedtem nagy lábra az egészet, de azért aha. Kicsit... Szóval nem vagy egy felelősségteljes felnőtt, aki felkészül a koronavírusra, és elkezd bepakolni mindenféle élelmiszert a kamrába. Hát, inkább altcoinokat veszel, mert... igen, mondtam is az asszonynak, mert mi nem voltunk ugye a Kauflandban itt nálunk Csehországban, mert a mai nap folyamán, hogyha már erőhoztad a koronavírust, hát az iskolák bezártak, itt Csehországban nálunk, és nagyobb rendezvényeket nem lehet rendezni, ami 100 fő fölött van. És ez az elég extrém propaganda, amit most például Olaszországról nyomnak, ami extrém zárlat alatt van, hogy hogyan mondják ezt magyarul, karantén alatt van. És az emberek ezt látják a tévében, orba szájba, és persze, hogy lefosszák a boltokat. És ugyanezt tapasztalható itt is, tehát bementem a Kauflandba, az úgy kézzétek el, mint a Tesco, tehát ez is egy nagy, nagy multicég, és egyszerűen nincsen liszt, nincsen kenyér van, nincsen krumpli, rizs, és ilyen dolgok nincsenek, szóval most este lementem, most már nagyjából volt egy-két darab, szóval én is vásárolgattam, de ja, szóval mondtam az asszonynak, hogy bocs, te nincs pénz, még hogyha lenne liszt, se lenne rá pénz, mert vettem belőle Ethereumot, szóval... kell lenni a háznál, nem? Persze, aztán, ja, hogy mit csinálok vele, nem tudom. Azt sem tudom, hogy mennyire van ennek igazsága, mert mennyire van hatással a világpiacra, most ugye elég nagy hatással van, és hogy ugye mindenki emlegette, nem tudom, ez most nem tartozik elemzéshez, meg semmilyen, csak hogyha már említettük a koronavírust, mennyire számít ténylegesen az, hogy menekülőbe fogják a kriptovalutát az emberek, vagy nem? Szóval... Nem, abszolút nem. Nem, nem ugye? Sem a Bitcoin, nem, de viszont érdekes, hogy az éremnek a másik oldal az, hogy sorra látok a CoinDesk-nél, sőt a Forbes hozott le tegnap este egy cikket, ami tulajdonképpen azt javasolta, hogy a fiat pénzzel is tud, mit tudom én, egyiken el lehet kapni a vírus fiat pénz. Igen. Meg nem tudom, és akkor itt sürgették a kriptopénzeknek a
használatát használatát, aha. tulajdonképpen, de hát nem tudom, szóval ez Érted? Nem ez fogja megoldani ezt a krízis helyzetet. Mert azért felmész a mai napokban, most felmész az internetre is, minden onnan ugye a koronavírus folyik. És látod, mi is éppen erről beszélünk. De egyszerűen ezt a témát nem lehet most így elhanyagolni, de hogy az, hogy az a sok összefüggés, amit összehoznak a kriptovalutákkal és a koronavírussal, attól néha már tökre hányok, de tényleg, szóval... Vannak köztük értelmes cikkek, értelmes megszólalások, és tényleg várhattak volna az emberek tőle egy ilyen kis menekülőt, mint hogy aranyba, de hogyha a gazdaság nem megy, és nincsen pénz, és az emberek nem tudnak dolgozni, meg mit tenni, akkor miért válsz tőlük annyi vásárlást el? Tehát, hogy jó, max a otthon felhalmozott készpénz, meg a bankszámlákról a pénz, lehetne átmenekíteni kriptovalutákba, de nem tudom, hogy értelme lenne jelenleg. Úgyhogy szerintem most ezt így a videót így ennyivel így zárjuk le a végére, hogy kielemeztük ezt a kis chartot is, meg a jelenlegi koronavírus helyzetet is. Hát igen, a videónak a tanulsága tulajdonképpen ez a ciklikussága a piacnak lett volna, de eljutottunk ide koronavírusig. Figyelj, Ethereum-on van, most nem tudom, valamelyik nézőnek van eladó lisztje, akkor Ethereum-ért vennék. Na ennyi. Érted. Ennyi megtaláltad. Jó, persze ez csak vicc volt, de ez egy komoly téma, nem szabad elviccelni. Jó, Balázs, örültem, hogy összetudtuk hozni a harmadik videót is, annak ellenére, hogy az internetem is szarakodott, mielőtt elkezdtük a videót. A sört se ittuk meg a videó előtt, szóval, de ennek ennél összehoztuk. Hát megisztuk majd most. Jó, az adás után. Szóval köszi, hogy eljöttetek és megnéztetek a videót, mondjuk nem tudom, hogy lehet eljönni, hogyha otthonról nézitek, de ez így jól hangzott, és találkozunk mindenféleképpen a következő videóba, velem is és Balással is. Sziasztok! Köszönöm a meghívást ismét, sziasztok!